Autóstársaink napi szinten bebizonyítják, hogy még ott is tudnak parkolni, ahol azért az ember nem gondolná. Sok esetben sajnáljuk az egykoron volt füves területeket, amelyek időnként teljesen eltűntek már. A füves terület és az autósok párharcát több helyen is az autósok nyerik meg. Pont ezt unták meg a Liszt Ferenc kert belső udvarában élők, akik képviselőjük segítségét kérték. Nagyon örültem annak, amikor pár hónapja itt az adóiskola mögötti területen áthattattuk azokat a parkolókat, amik tényleg segítséggel voltak az itt élő autósoknak, viszont ezzel egy időben szeretnénk megszüntetni itt a parkban történő parkolását itt az autóknak. Én azt gondolom, ez a munka elkezdődött, és már nagyjából 10-12 autó állt itt a korábbi időszakban, most 2-3 autóra szorítkoztak, viszont ezt is szeretnénk visszaszorítani, és a holnapi napon a DVG munkatársai megkezdik a füvesítést, és jövő tavasszal már remélhetőleg egy gyönyörű kis park lesz itt, amit a kicsik és a nagyok egyaránt tudnak majd élvezni. A tereprendezést, a füvesítést a DVG ZRT szakemberei végzik el, és ígéretük szerint 1-2 nap alatt végezni is fognak. A lakók különösebb kellemetlenséggel nem fognak találkozni. Megpróbáljuk a régi állapotot visszaállítani itt, hogy legyen egy kis zöld felület, mert ugye egyre kevesebb van a városba, le lett helyezve ide egy pár pad, és ennek a környezetét próbáljuk meg visszaállítani, be fogjuk hüvesíteni a területet, és le fogjuk zárni, reménykedve abba, hogy nem fognak ide már beállni az autók. Az őszi párásidő segíteni fogja a fű megerősödését, az új parkot elzárják az autósok elől. Talán így most a fű fog győzni. Mi drukkolunk.